Köszöntöm a kedves nézőket! Augusztus 18-e van, és itt a Siófoki plázson, a SciTech Summer Gym záróbulián vagyunk, ahol a Team SciTech utoljára még 2018-ban tiszteletét tette itt egy közös edzésre. Egyébként most itt vannak az olimpikonok is, crossfit verseny is van. Azért jöttem ide, hogy csináljak egy-két riportot, illetve meginterjúvoljam a Team SciTech tagokat, hogy mik a jövőbeni tervek. És itt Békefi Vigi már nagyon várja azt, hogy én ide jöjjek hozzá, és megzavarjam őt az edzésében. Idén már IFBB Elite Pro Show-ra készül, meg is veszte a versenydiétáját. Mi lesz jövőre, illetve nem is jövőre, mi lesz itt pár hónap múlva, mire számíthatunk? Hát ugye most egy új szekcióban fogok elkezdeni versenyezni, ugye az IFBB Elite Pro szekció. Első versenyem ugye 7 hét múlva lesz, és igazából gyakorlatilag azt tervezem, hogy az elkövetkezendő egy évben folyamatosan fogtok színpadon látni, tehát mivel a profiknál nincsen olyan tavaszi és őszi szezon, ezért szeretnék egy bizonyos formát tartani egész évben és indulni versenyeken. Ez egy picit így összefolyik? Tehát mondjuk akkor lesz ilyen november-decemberben is verseny, mert lehet, hogy januárban is? Igen, a terveim szerint novemberben Mexikóban lesz majd egy verseny, illetve hát lesz egy Elite Pro világbajnokság, ami még kérdéses, hiszen oda ugye kvalifikálnom kellene, de ugyanúgy évelejétől, januártól már lesznek versenyek, tehát az a terv, hogy folyamatosan színpadon leszek majd. Most pedig oda menjünk Szabó Nikihez, legújabb Team SciTech tagunkhoz, és természetesen őt is edzés közben zavarom meg, ahogy Brigittát. Niki, szia, újra itt vagyunk. Mesélj, milyen érzések kavarognak benned, hiányzott-e ez a feeling a Muscle Beach óta? Nekem abszolút hiányzott, most tök jól érzem magam, most nagyon megvan a feeling, most nagyon jól megy az edzés, úgyhogy ismét király minden. Ezek az élmények, amik a Muscle Beach-en voltak, ott nagyon felfokozott állapotban voltál, mondtad, hogy röviden imádod az egészet. Azért az így jó, hogy még utoljára itt össze tudtunk jönni, nem egy pár héttel utána, és egyfajta levezetésként meg tudjuk ünnepelni ezt a nyarat. Igen, én abszolút örülök ennek, és tényleg, ahogy mondtam is, most annyira megvan ez a feeling, és ezt így kellett lezárni, én úgy érzem. Megközelítjük most Salamon Diát, aki most, hogyha jól látom, nem a saját edzését irányítja, hanem az egyik kedves neveltjét, Regit is tápolja. Együtt edzünk, megbeszéltük Regivel, hogy most összekötjük a kellemest a hasznossal, ugyanis ugye én is készülök az olimpiára, és Regi is készül az őszi szezonra, Fit Parade, Super Body, és még külföldre is szeretnénk vele menni, úgyhogy abba bízunk, hogy minél jobb forma sikerül neki is, nekem is, úgyhogy közös a cél, együtt nyomjuk. Nekem hatalmas motivációt jelent az, hogy versenyzőimmel, barátaimmal együtt edzhetek. Nekem ők jelentették a motivációt, és úgy döntöttem, hogy ha már ők versenyformában vannak a versenyzőim, igenis, hogy nehogy már én ne legyek. Akkor menet közben jött meg az étvágy. Így van, és pont ezt akarom mondani, hogy menet közben jól sikerültek a versenyek, tök szép eredményeket sikerült összehozni, és akkor már vérszemet kaptam. Akkor még egy verseny, és igenis így. Menet lett a vége az olimpián. Hát gratulálok ehhez, és akkor kitartás. Amúgy is egy elég jó farizomgépnek látszik. Itt volt ez múlt héten? Az az érdekes, hogy Muscle Beach-en én nem láttam, nem fedeztem fel, akkor valahogy nekem ez így kiesett, viszont múlt héten ugye mi edzettünk Kornélékkal itt lent a plázson, hétvégén, és akkor fedeztem fel, és azóta abszolút top egy itt, ami itt van a plázson. Én azt gondolom, ezzel a pár ismétléssel hozzájárultál a Mr. Olympia kerekfenekeinek felhozatalához. Köszönjük szépen! Köszönöm, úgy legyen!
Ákos fekvenyomó világbajnokot láthatjátok. Ákos, mi a helyzet? Hogy versenyeztél eddig? Hány kilóval? És mi lesz ezután? Körülbelül 2,5 éven keresztül versenyeztem mínusz 100 kg-ba, az azt jelenti, hogy visszafogytam mindig 104-105 kg-ra, ugye 99,9-re, és megvisel. A legkomolyabb része az volt, ugye, hogy erős maradjak, ugye egyéni csúcsot, vagy ugye fölötte nyomjak, ugye, akár egy európai világcsúcsot meg tudjak nyomni, úgy, hogy előtte fogytam 4-5 kg-ot azon a héten. 105 körül vagyok jelenleg, én azt mondom, hogy egy ilyen 108-109-ig fel tudom engedni a súlyomat, viszont a verseny előtt itt is ésszel fogok lemérlegelni, mert azonos nyomos súlynál a könnyebb testsúly nyeri a versenyt. Szóval észszerű ott is egy 109-ről egy ilyen 6-7-tel lemérlegelni, hogy legyen sanszom azonos nyomos súlynál. Mikor lesz a következő verseny? Szeptember 17, Eger világbajnokság. Akkor már ezzel a súlykategóriával fogsz indulni 105-106 kilósan. Így van, igen. Mennyi a tervezett nyomás? 230 kg fölött. Akkor gratulálok ehhez, és remélem, hogy sikerül összehozni, amit szeretnél. Köszi szépen! Köszönöm szépen! Az a melyik, de nem is nehéz. Kipróbáltunk egy új dolgot, amit eddig még nem csináltuk, ez a Men's Mantis Challenge. A Men's Mantis profi gépparkján amennyit tudsz csinálni, annyit kell megcsinálni a saját testőd, azt körülbelül belőjük. És ugye itt vannak velünk látogatók, itt vannak velünk olimpikonok, ki fogják próbálni ezt a versenyt, és ugye aki majd a legtöbbet tudja húzni, az fog nyerni. Dusnoki Imi. Imi, neked el kell mondanod, hogy milyen címeid vannak, meg milyen sporttal foglalkozol. Bothúzása jelenleg, és csak is kizárólag bothúzása, tehát semmilyen erős sportok, csak kizárólag bothúzás. Az eredményeim az a kétszer nyertem meg a Muscle Beach-et, egy Siófokon, kétszeres bajnok vagyok, és 23 magyarországi versenyből mind a 23-szor dobogon álltam a mínusz 90-es kategóriába. És most megnézzük, hogy Imi mit tud fekvenyomásba teljesíteni. Nagy örömmel teszi mindezt, mert erre nem számított. Akkor hajrá! Kati bírhatunk számolni. Jaj, baszd meg! Egyesen rúgasz, kettő, három. Ibi, elég a három? Tíz kell tudod. Nem is látok egy ilyen gépet. Ibi majd szól, hogy mikor lesz elég szerintem. Nyolc. Kilenc. Még egy muszáj tudod. Tudom, még egy kell. 11. Jó, megvan. Szuper. 10. Attilához már volt szerencsém, és én tudom azt, hogy ő milyen teljesítménnyel rendelkezik, milyen szívvel, lélekkel tud küzdeni, főleg, hogyha Kati Béla számolja neki. 2, 3, 4, 10, dinamizmus látszik rajta, 15. Umbári Attila, judós, lehet, hogy át fog nyargani, és Ola Ákos megszerintem a teljesítményen fekvenyomásba fog ezentúl majd jeleskedni. Úgy néz ki, ez rekord lesz, 17, 18 volt az eddigi rekord. 23, állóképes, hogy dinamizmus minden megvan itt, kérem szépen. És szabályosság is. 24, és teljesen jó. Elég lesz, ez nagy sérül. Jó! Ungvári Attila van itt velem, aki olimpikon judós, és nagyon jó teljesített. Én már úgy hallottam, hogy te állítólag fekvenyomó akarsz lenni, most már hagyod ezt a judó dolgot a francba, most ezt a gépet kipróbáltad. Hát nem vagyok éppen egy fekvenyomó alkat. Lehet látni, hogy hosszú végtagjaim vannak, hosszú kezem, lábam. Nekem azért nem egy előnyös ez a fekvenyomás. Nagyon sok a mozgástartomány, inkább maradok a judón. De azért az állóképesség az látszik. Ugye azt érezzük, hogy jól ment ez neked. Nem, én azt hittem, hogy sokkal jobban meg fog erőltetni. Meglepődtél egy kicsit ezen, hogy nem is megy ez rosszul? Hát igen, olyan 10-nél éreztem, hogy kezdek savasodni, de nekünk pont ez ilyen edzés módszereket csinálunk, próbáljuk a savasodást kitolni, és hát azért ilyen szempontból nekünk ez azért fekszik, ez a saját testsúly alatti súllyal való munka. Köszönjük, szép volt! Köszönjük. Az olimpikon szív! Attila már bizonyított! 9! 40! Rekordeddig! Thank you.
azt mondjuk, hogy rukkoljunk, motiváljuk. Olyan. Jó, 30 ismétlés. 30 ismétlés. Lehet túlszárnyalni. Meg kell koppanjon egy kicsit. Kihívtam Bélát egy guggoló versenyre. Úgyhogy ezzel fogjuk zárni a programot. Bohos Kornél, Kati Béla megküzdenek egymással ezen a guggológépen. Bohos Kornél, vezitláb, próbazdagozással. Van 5-től számoljuk. 9 és 20. Én ilyen tekintettel szoktam keresztelként fejteni. 3, 4, 5, Béla, 6, 7, 8, 9, Bohos Kornél közben csendben elnézegeti a quadricepseit, nyugtázza, hogy még mindig jók, van bennük még kraft. Megvan az 50 ismétlés, de nem akarja átadni az elsőjét Kati Bélának, ezért nekiáll a következő 50-nek. Annyira jó innen pofázni és nem csinálni. 9, 60. Ez egy fáradsz már? Nem, csak bedurom a combom, mint a szar. Itt van most már Béla is, most már menni fog normálisan. Mélység, legyen meg! 8, 9, 70! Legyen meg a mélység! Fipazd meg! Durranak már azok a combok! 10-el többet sem! Így van! Ebből 100 lesz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80! Na! Nincs meg a 100! Bohos Kornél 80 ismétlés! Na az a 30-as rávert az első helyre, aki rávert 20 ismétlést a másodikra. És most jön Kati Béla! A sütörtökön lábaztam 4 órát. Na, az nem rossz. Akkor ez pont hiányzott neked szerintem. Legalább lábozol a héten egyet. Figyeld a mélységet is, Kornél! 1, 2, 3, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, vigyázz a gépre! Ó, miért láttál meg? Miért láttál meg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem tudom, halljátok a Kornél hülyeségeit! 6, rendkívül szórakoztató! Hűzni a gépet! Az az! 3. Ó, bazd meg anyja! Olyan jó nézni, hogy szenvedsz! Ez az! Mennyit csináltál? 4. 80-at! Rohadj meg! Mennyi? 4. 5. Mennyi? 6. 7. Lebazdódom, mert nem adjuk meg! 49. Még! Most kezd jól lenni, gyerünk! Hűt! Hűtöd? Vagy mi a baj? 5. Az az! 1. 2. 3. Aha! Aha! Jönnek a taktikai lépések! Igen! 5! 6! Gyerünk! Hadd menjen! Igen! 7! 8! Azaz! 9! 8! 60! Meg kell csinálni még 20-at! 3! Meg lesz! Érzem! Érzem! Gyerünk! 5! 6! Vigyázz a gépre! Kati Béla nem látja meg! Kínozd meg a gépet, azaz! 9! Úgy de jó! És 70! Azaz! Gyerünk Béla! Kell még! Gyerünk még van 10! 70! 5! Azaz! Gyerünk! 6! Gyerünk még! Még! 7! Úgy de jó! 8. Egyre könnyebb, azt látom, gyerünk! 9. Gyerünk! Nehogy megállj! Kati Béla átengedte! Pedig 100-at is tudott volna csinálni! Szarrádert volna! Nehogy nem! Amúgy felmelegedett a csapágy, azért megtaláltam! Higgyatok még fehérjét, amíg lehet! Búcsúztassátok el méltóan a Cytok Summer Gym 2018-as programsorozatát. Béla, villasd a pulakat, fogd a hasad combot.
mai nap tanulságát így a kézenállással, kézen sétálással kapcsolatban, vagy hogy is van ez, hogy mikor kell kézen sétálni? Miért kellene mindenkinek megtanulni ezt a műveletet? Figyelj, gondolj bele, van egy kemény lábedzésed, elfárad a combizom, mi a megoldás? Kézen kell távozni. Nem is csak a fejlődés, soha nem fáradt a lábom.